A hajdúszoboszlói görögkatolikus egyházközség adventi napot tartott november 24-én szombaton. Az egész napos programot Zolcsák Miklós görögkatolikus parókus a hitéve alkalmából szervezte. Én pedig irgalmat sokaságában. Közös imaórával kezdődött az adventi görögkatolikus egyházközségi nap. Ezt követően Kruppa Tamás tartott előadást a hitévének adventjéről és karácsonyáról. A püspöki helynök hangsúlyozta, hogy a karácsony emlékünnep, amikor Krisztus 2000 évvel ezelőtti születésére emlékezünk. Rávilágított továbbá, hogy életünkben nagyon fontos a bizalom, és rajtunk is múlik, hogy más lesz-e az idei karácsony. A hitéve, hogyha arra tudja egy picit irányítani a bizalmunkat, vagy a figyelmünket, hogy ami a hitnek a titka, hogy legyen bennünk bizalom. Elsősorban az iránt, aki ezt alkotta, ezt a világot, ami körülvesz minket, mert ezek nem mi vagyunk, bár meghívott, hogy alkossuk együtt tovább, de ha van bizalom az iránt, aki ezt alkotta, akkor bátrabban merünk mi is lépni, hogy tudjuk, hogy azért mindennek megvan a helye, ugyanezt föl is kell fedezni, és élni vele, és jó a tudatában lenni, de az Isten iránti bizalomból, hogyha megpróbálunk hűségesek is lenni ahhoz az Istenhez, meg ahhoz az önmagunkhoz, akit ő alkotott, ha a szívünknek a legfontosabb vágyait merjük komolyan venni, mert ezeket Isten oltotta belénk, keresztény hitünk szerint is, akkor ezeknek a követése olyan kalandokra vezethet el, amitől biztosan más lesz az idei karácsony, mint az eddigi volt, de ennek az ereje a jövő évét is meg tudja tölteni azzal a tartalommal, amit talán még eddig soha nem láttunk, és amit csak akkor és ott fedezhetünk fel, ha ott vagyunk, ahol érdemes. Az adventi napon az egyházközség ikonfestőinek munkáit is megcsodálhatták a jelenlévők. Zolcsák Miklós görögkatolikus parókus elmondta, hogy az ikonfestők nem csak alkotnak, hanem munkájuk során a görögkatolikus hitvilággal is megismerkednek. Az egyházközségi napot Zolcsák Angelika és Fajt Gergő hangszeres játéka színesítette, ahol Corelli egyik darabját adták elő. A csoportos foglalkozáson a gyerekek először egy tanulságos mesét hallhattak, ahol Izidor történetével ismerkedtek meg. Ezt követően pedig arról beszélgettek, kinek mit jelent a karácsony. Együtt van a család, meg jó ünnep, meg megszületett a kis Jézus, meg ilyenek. És miért várod? Hát, mert ez egy szép ünnep, és... Ti hogyan ünneplitek otthon a karácsony? Hát... karácsonyfával és ajándékokkal. És hogyan készültök rá? Hát hogy megvesszük a dolgokat, meg a dísz, meg ilyenek. És lelkiekben? Hát gyontunk, még nem tudom, augusztus 31-én, még megkészülünk, meg az adventtel a templomban. Úgy készülünk, hogy anyukám tortát, ilyen süteményeket süt, kistesom meg apukám segít a karácsonyfát behozni a nappaliba, és én pedig feldíszítem. És a karácsony előtt, az advent időszakában hogyan készültök az ünnepre? Hát anyukámmal szoktunk csinálni egy adventi naptárt, és meg szoktuk venni a csokoládét, és mindig a kistesom kinyitogatja minden nap egyet, és olyan boldog, amikor egyet megkap, és akkor ilyen kis ajándék van benne, és nagyon-nagyon örül. A férfiak pedig arról beszélgettek, ki mit tehet a hitévében. Inkább egy gondolatébresztő, egy a hitévével kapcsolatosan egy induló program, amit szeretnénk egy év alatt beteljesíteni. Itt természetesen várunk mindenkitől a saját ötleteit, elképzeléseit, valamint azt, hogy egyáltalán hogy tudja megvalósítani, milyen eszközöket használ, hogyha kell egyáltalán eszközt használni erre, vagy irodalmat, bármit. Számomra egy nagy dolog az lenne, hogyha a meglévő hitemet még mélyebbé tudnám tenni. Ennek érdekében próbálok gondolkodni, hogy hogyan is lehet ezt kivitelezni.
Az asszonyok csoportjában pedig arról beszélgettek, hogy ki hogyan készül adventben a karácsonyra. Elhangzott itt, hogy a belső előkészület a legfontosabb, de a külső előkészületet sem szabad elhanyagolni. Ezt az okot is figyelembe vette Zolcsák Miklós, amikor életre hívta az egyházközségi adventi napot. És persze közösségteremtő célja is volt a napnak. A tegnapi nem elegendő a holnapnak a keresztfordozásához. Ez így van a hitfejlődése is, ahogy a helynök úr is az előadásában mutatta be, hogy mindig előre kell lépni. Ezért van a görögkatolikus köszöntésben, hogy Krisztus születik. Nem született, hanem állandó születésnek a feladatát kell. Tehát Krisztus születik, az a keresztényben számára állandó feladat, hogy a Krisztus újra és újra mindig elevenen éljen a szívében és lelkében. A hajdúszoboszlói görögkatolikus egyházközség az adventi időszakban a tavalyi évekhez hasonlóan idén is folytatja a szálláskeresést a Szent Család számára, ahol karácsonyi énekeket énekelve készítik fel lelküket a karácsonyra.